Ebédeltél ma már? együnk pizzát, jó? Ó, egy jó pizza, mondjuk jó. Mm. Extra sajtal. Emlékeztek? Ez itt a KPX. Olyan, mint egy UFO. Vagy egy kis tányér. Nemrég a kedvenc gyártunk bemutatta a, a várva várt, nem is tudom, mindenféle misztikus felütéssel, reklámmal, meg, meg ilyen videósorozatokkal jöttek, hogy na, majd most megjelenik a következő generáció a wireless termékeikből, mert ugye láttuk ezt már a HAP AX négyzetben, az AX köbben, és hát itt valahol ebben a videóban fölöttünk már előre megjósoltuk, hogy biztosan fog érkezni a, a Capsman szolgáltatási rendszer, vagy ilyen Konfigurációs platform köré is majd eszköz, amivel mennyezetre szerelhető, falra szerelhető, ami ugyanis kis AP-t fogunk kapni. Rendes AP, -t. tehát hogy nem olyan router, ami tud Wi-Fi-t, hanem olyan, olyan Wi-Fi AP, ami AP persze AP. router, de, de hogy ilyen AP-alakja van. AP, AP. Kitesszük a falra, kimerünk tenni a falra. Igen, és um, még talán ide kapcsolódik az, hogy a 22-es fi -tesz sorozatunkban a kepáci x simogattuk utoljára, és akkor hogy megállapítottuk róla, hogy hát jó, jó, ez egy ilyen becsületes lezárás az AC irának mikrotik szempontból, hiszen nagy nyereségű antennák, tisztességes kimenő teljesítményű rádiók, egész jó végfokok, tehát azt hogy becsülette oda lehet rakni egy ilyen át hálózatnak a végére, de hát azért kérlek, könyörgöm az idő egy kicsit azóta elhaladt felette. Igen, igen, meg hát azért a kapációról valljuk be, hát az egy, az egy Wi-Fi egyes mód, öh, bocsánat, AC egyes mód, egy egyes módban működő eszközről beszélünk, ami, amit ha akartunk, se tudtunk volna Wave 2-es csomaggal ellátni, mert nincsen benne megfelelő mennyiségi memória, még ha maga a hardware éppen tudta is volna. Tehát ez mindenképpen azért valamennyi ilyen lackluster volt, hogy... Mm, jó, jó, szép, nagy, meg rádió szempontból oké, okay, de hogy azok a képességek, amiket a MikroTik közben belepakolt a Wi-Fi Wave 2-es csomagba, és amit élveztettünk már mondjuk az Audience-en, azok nem elérhetők ebben a dobozban. De cserébe itt van ez az AX2-es, amivel. végre, végre. szépség benne van, nem is a ac és már, nem rögtön AX-es. És ugye megemlékeztünk róla, hogy a Qualcomm Networking Pro 400-as családját láttuk a korábbiakban, hogy biztos majd ezt a családot is szépen végcincálja a kínálaton. A Mikrotik ez történik, tehát ha benézünk a fedél alá, akkor ezt az IPQ 60 es szokott fogjuk alatt találni az ahhoz perifériaként hozzáragazgatott 2 4 AX képes rádiót, 5 GHz-es AX képes rádiót, nagyjából pontosan ugyanazt kapjuk, amit amúgy a HAP AX köb esetében láthattunk, még majd, hogy nem antenna nyeresége tekintetében is, mert azért az XL házával szinte majdnem azonos méretet és rendszert kapunk, ami, hogy is mondtad, hogy az antennák egész ügyesen szét lehetnek dobálva oda Nem szedtük még szék, de úgyse fogjuk kibírni, mert csak négy csavar fogja a jószágot. Csak szétszedjük. Szóval Pro 400, ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal a fizikai képességekkel érkezik, mint körülbelül a AX négyzet, AX köbb, most Cap AX. Ja, és ugye szó volt a Satúról is, mert ugye a Satú AX-et még várjuk, és hamarosan majd azt is megnyúzzuk nektek, illetve megmutatjuk, mit találunk belül, de mind ugyan a köré, a család köré épült, tehát nagyjából hasonló képességeket fogunk tapasztalni. Na de mi van a specifikációs lapon? Kétszer-kettes wifi van neki, ezt tudjuk. A 2.4-en is, meg 5 ghz is, mind a két sávban tudja az AXS szabványt. és ahogy nézem, igen, itt van egy QCN 5022-es wifi chip, ami végzi a, a 2-4 GHz-en a, a, Wi-Fi gyártást. <laughs> Sorozatban 574 megabites legördülési sebességgel. És van egy másik, egy QCN 50 52 meg az 5 GHz-et fogja nekünk produkálni. És ugye ehhez kapcsolódik ez az igen szép, igen szép uh, antenna 5 GHz-en produkál nekünk 5,5 db-it, és 2,4-en pedig 6 db-it. Tehát egy rádió szempontból egy egész cuki módon meglát, eh, megáldott, már-már mondhatni, ezt ilyen enterprise-AP kinézeti eszközről beszélünk, már-már a, a long range tartományban van, és hát egyébként meg belül egy rendes MikroTik volt, van, megszokott két darab giga Ethernet porta, van neki egy PoE inje, van neki egy PoE out egyet összetudunk fűzni egy másikkal, hiszen végtelenség nem lehet nyilván kinyújtani a, a, a tápellátást, mert azért ezeknek van valamennyire fogyasztása. Ami azt hiszem, hogy 9 vatt mm. maximum, de hát sajnos ugye limitálva vagyunk, ugyanis AT, AF-AT szabványokkal kompatibilis a po táplálhatóság, illetve a Poe Hát ami azért valljuk be, most már illik illene a BT mezeire is lépni, hiszen vannak olyan eszközök, olyan kamerák, olyan AP-k láttunk itt a saját sorozatunkban is, amelyek igénylik a, a Nagyobb teljesítményt, ez jutott. Egyébként elképzelhető, hogy talán beleférne még egy darab, tehát ha nagyon muszáj, lehet, hogy föl lehetne fűzni kettőt egy másikra. Azt írja a specifikáció, hogy maximum 28 wattot tud leadni ez a vagy 28 watt fogyasztásunk lehet, és ebből 9 wattot elfogy a saját maga, akkor ráteszünk egy másikat, ez még elfogyott 9 wattot, és akkor utána az 3 x 9 27, még 1 watt marad, abból villogtatjuk a ledeket. <laughs> tehát még elképzelhető, hogy össze lehetne fűzni, szerintem nem, le, nem a dokumentáció azt állja, hogy hármat ne fűzzünk fel, hanem csak kettőt. Hát és azért valljuk be, hogyha ilyet beltéren üzemeltetünk, úgysem a maximális kimenő teljesítményen fogjuk a rádiókat járatni, tehát biztos ott is lehet egy kicsit spórolni. Um. Kíváncsian várjuk a, a teszt eredményeket, ugyanis fogunk majd wi wifi tesztet is forgatni az eszközzel, mert végre, végre, végre egy mennyezet alá AX-es kütyüt tartunk a kezünkbe, viszont azért, ha most körülnézünk a szoftveres képességek mezején, akkor elégedettek vagyunk ezzel a Wi-Fi 2 csomaggal? Hát egy csomó dolog van benne, ami nagyon cuki. Végre van Capsman támogatás, aminek tud az ember örülni, hogy nem kell egyesével konfigurálni ezeket a dolgokat, hanem egy Capsman tudja ezt intézni. Van a 3. Igen, UV nagyon jó, hogy van Opportunistic Wireless Encryption, tehát nem kell a, a nyílt AP-t, uh, azt ténylegesen titkosítás nélkül használnunk, hogy ha erre képes eszközünk van, nyilván azért ez komoly korlát még. Um, de hát azért vannak olyan dolgok, amiket az ember még hiányol. Pont egy könnycsöppet morzsoltunk el itt az adás elején arról, hogy a Multicast, korábbi részben emlegettett Multicast helper, Sajnos nyoma sincs. Tehát sem CLI-ben, sem Winboxon nem találtok meg még a konfigurálási lehetőséget. Nem is kaptunk túlságosan jó híreket a, a gyártótól sem, de még ásunk ez ügyben, mert azért azt gondoljuk, hogy ez egy olyan funkcionalitás, ami jól jöhet. Hát bizony, nem, nem árt, hogyha az AP-nk az nem az alap bőzréten üzemel, hogyha már ezt rengeteg pénzt kifizetjük érte, hogy mindenféle ilyen gigabiteket tudjon kikötni 5 ghz például. De szerelés szempontjából egy teljesen normális, szokásos, új stílusú, ezt a műanyag ketrecet kapjuk hozzá, annak van egy szép fémes verzió, vagy tudjuk használni a, a, az egészet a... Igen. A műanyag karácsonyfa. Én ezt most azért is kibontom. Mennyezetre ezt az ember fölcsavarozza, azt rácsavarozja, és akkor készen vagyunk. Tehát kapunk hozzá egy 1 gigát injektort, nyilván sokan mostanság majd nehez nézni fogják azt, hogy uh, szégyen szemre egy gigabit, persze, tehát egy gigabit Ethernet van rajta, nem pedig két és fél giga Ethernet, és hogy az már az mennyire nagyon jó lenne, de hát nem tudom, hogy a szívemre tenném a kezemet, és megnézném azt, hogy hányszor fordul elő, hogy egy gigabit fölötti wireless throughputot produkálok, de hát nyilván én egyedül vagyok, uh, lehet, hogy többen lehetne többet produkálni, az is lehet, hogy az komoly korlát lesz, uh, a fene se tudja megmondani. Nyilván, hogyha két ilyen rútert elünk, akkor már több esélyünk van arra, hogy az egyik az a legelső rúter esetén az egy ilyen szűk keresztmetszetet fog képezni. De hát majd várunk következő verziót. Jó, valljuk be a 2.2.2-es konfignál, ez nem hiszem, hogy az olyan nagy nem, nem, nem. De hát azt tudjuk, hiszen azt láttuk a múltkor a, a, a default konfignak a fájában, a, szóltuk szét, a router hogy bizony-bizony van valami, aminek nem D betű van a kódnevében, nem a D nem. betű van a kódnevében, O, o betű van a kódnevében, tehát oktacsén okt 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 dolgra várunk, és megmondom őszintén, amikor legelőször elkezdtek ezek az ufók -ok megjelenni a, a Mikrotik es tízer videókba, akkor én nagyon azt láttam, hogy fú, most akkor most bedobják a bombát az oktacsén cuccal, de még ez nem történt meg, de nem baj, türelmesek vagyunk, várjuk, meglátjuk, mi lesz belőle. Szerintem lassacskán, ugye most ez még a 400-as széria, arra tippelek, próbáltam utána járni, hogy melyik az a következő széria, ami támogathatja az oktát, és a 800-as vagy 1200-as jöhet képbe. Mikrotik nem az a fajta cég, aki rögtön a a high-end-del kezdi, a high kezdi, illetve hát, hogy egyáltalán a high end rögtön hozzányúl. Gyanítom, hogy lehet, hogy a 8 as sorozatot fogjuk majd a következőkben látni. Ott már van, ha jól emlékszem, 8x8-as multimájmú uh -huh. lehetőség a rádió esetén, amit sok gyártó ugye úgy old meg, hogy vagy 4x4-es, és akkor 2 gigás rádió, vagy pedig, vagy pedig 8x8-á ilyen, hát hogy is hívják ezt SDR módon összefűzhető 88 as Ez, ez ott a 8 rádió? as rádiót hoznak bele virtuálisan létre. Ilyet láthattatok a korábbi részeinkben, a cambion például. Sőt, ha jól emlékszem, még a, a tp zászlós zászlóshajójában is van ilyen lehetőség. Na de. Jó, nekünk ez a rádió? Szerintem ár-teljesítmény arányban mindenképpen egy jó eszközt tartunk a kezünkben. Ugye ennek a... Nagyjából azt hiszem, hogy oda, oda lőttük be az árát így érzésre, meg hát a weboldalon feltüntetett, javasolt viszont eladó, ár szerint, ahova az AX köböt is. Így van, a HAP 3 is 140 dollár, ez ugye 130 dollár, mínusz 1 dollárért van árulva, ami egy alapvetően nagyon jó a árpozíció, egy, egy árfekvés, egy, egy olyan eszközhoz, ami tipikusan azért nagy távolságot is képes lefedni és, és rajta egy gomb, annyira bármit tudunk csinálni. Például alap azt tudjuk vele konfigurálni, hogy a megnyomjuk a gombot, akkor lekapcsolódjon eled, és ne világítson. De természetesen más akciókat is fel lehet rá konfigurálni, és mi sem egyszerűbb, mint a a felszerelt rádiónkon egy ilyen hosszú nyomkodni a gombot. Így van. Az lesz a vicces, hogyha mondjuk ez alapértelmezetten a VPS accept lesz konfigurálva, és hogyha azt elfelejtjük kikapcsolni, mert ugye a sima hatos router OS wireless az így volt. Mm. Tehát, hogyha elfelejtettük az ap esetén kifejezetten megtiltani, hogy a VPS button az nem működjön, akkor sajnos valaki idegen oda ment az ap nkhoz megnyomta a gombot rajta, és már ki is kotyogta a key-t az eszközünk. Mi a wifi ez? Ott a part is. De ezt majd meg fogjuk nézni, hamarosan jövünk a tesztel. Addig is. Sziasztok. Köszönjük, sziasztok.